Döntő jelentőségű az a szolgálat, amit a külhoni magyarság végez a magyar kultúra megőrzése érdekében. Nélkülük az egész nemzet szegényebb lenne, mondta Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes a külhoni magyarságért díjak átadásán. Szerinte ez a kitüntetés azért is fontos, mert felhívja a figyelmet a követendő személyiségekre, közösségekre. Önök példaképek, és ezért a megmaradásnak a fundamentumai annál a nemzetrésznél, ahova gondviselés állította önöket. Bár hosszú pályája során számos drámai hősnőt alakított a színpadon, mégis nagy lámpalázzal készült az átadóra, mondta a topolyai és a szabadkai népkör egykori színésze Karna Margit. Arra van idő felkészülni, erre pedig nincs. Higgyel, és meg vagyok hatódva, és minden. A művésznő legszívesebben a topolyai pályakezdő évekre emlékezik, amikor 1949 és 60 között a társulattal nagyon sok magyar lakta településre vitték el a kultúrát. Színészi iskolát nem tudtunk végezni abban az időben a háború után, és az nekem egy csodálatos élmény volt, boldogság, szeretet vett körül, és mondhatom, hogy siker. A másik vajdasági díjazott a régió leghosszabb ideje működő művelődési egyesülete. A Kulai Népkör 144 éve alakult, és ma is összefogja Kula magyarságát. Három néptáncsoportunk, két énekkarunk van, az mellett színészettel, kézimunkázással foglalkozunk, és én remélem, hogy nem felejtettem ki semmit. És, tehát ez mind azt jelenti, hogy az emberek hétről hétről, napról napra találkoznak, és hát így megőrzik azt az együttlétet a kulai magyarság körében. Külhoni magyarságért díjat kapott többek között a Dévai Szent Ferenc Alapítvány is, a hátrányos helyzetű gyermekek felkarolásáért. Az elismerést Böjte Csaba édesanyja, Böjte Julianna vette át.